9 magas C1 árján belül. Luciano Pavarotti így hódította meg a New Yorki Metropolitan közönségét még a 60-as években. Aki ezt tudja, operaberkekben kiérdemli a mestercímet. Gulyás Dénes énekes is ezen a néven emlegeti Pavarottit, aki elindította őt a világ hírnév útján. Mert hogy Dénes volt az egyik nyertese az 1982-es Pavarotti énekversenynek, amelynek díjaként felléphetett a bohém életben. Pavarotti pedig még sokáig figyelte, hogy alakul Dénes karrierje, olyannyira, hogy New Yorki fellépéseit rádión is meghallgatta. Ő ült San Franciscóban, mert ő ott énekelt akkor Aidát, és hallgatta a rádión az előadást, és a bohém életet énekeltünk éppen. Fölhívott a szünetbe, és azt mondta, hogy nagyon szép, nagyon jó, ugye tudod, hogy a harmadik felvonásban a zenekar az erősebb. Játékot árul a kis párpinyol. Kincses Veronika azért idézett a bohém élet egyik férfi szerepéből, mert Buenos Airesben egy olyan előadáson nézte meg Pavarottit, ahol ezt a betétet a tenor édesapja énekelte. A bohém élet egyébként is különleges Veronika számára, ugyanis Pavarottival együtt énekelhette 1986-ban az Erkel Színházban. Ha valaki, ő aztán igazán fülközelből ismeri a világhírű énekes hangját, mivel az egyik jelenetben a tenorista szorosan mögötte állt. Fogta végig a vállam, és közben éreztem, hogy annyira ver a szívem, ami jaj, Istenem, úristen, hogy megy. Csak meg ne halljon itt, mert tudtam, hogy szóval annyira forró volt a levegő az egész színházban, mindenki olyan sokat várt. Közönség, ugye végre jött egy nagy világsztár hozzánk. Valószínűleg Kincses Veronika és Gulyás Dénes is ott lesz az augusztusi budapesti búcsúkoncerten, amelyen a visszavonuló Pavarotti elköszön magyar rajongóitól. A fellépés egy egyéves búcsútúrné része, amelyet persze nem könnyű megszervezni, kivéve ha mindezt az évmenedzserének választott szakember, Harvey Goldsmith bonyolítja, aki olyan sztárokat pártfogolt, mint a Queen. Idáig 28 koncert volt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 100 napot együtt töltöttük. Ez az állás heti 7 nap és napi 24 óra munkát jelent. Minden esetre Pavarotti nagyon örül annak, hogy Budapestre jön. Már régen lépett ott fel, és izgatottan várja a visszatérést. Igazán különleges este lesz ez a számára. És a rajongóknak is. Fehér Zsolt, a fellépés magyarországi producere, élete egyik legnagyobb vállalkozásának tartja a koncert megszervezését, amelyet 2 éves tárgyalás sorozat előzött meg. Zsolt egyelőre csak néhány technikai titkot árult el a nagy napról. A műszaki vezető Felnehez Károly lesz, akivel nagyon sokat dolgoztunk együtt. 2002-ben ő csinálta a Domingo koncertet, de a színpadépítés az 3 napig tart, és kb. 60 ember dolgozik rajta. 32 000-en várhatják, hogy a búcsúkoncerten felcsendüljön a Turándóból a Nessun Dorma ária. Minden esetre Pavarotti kikötötte, hogy egyedül ő választhatja ki a számokat, amelyek elhangzanak majd az augusztusi estén, így egyelőre az is titok, hallhatunk-e majd 9-ét egy árján belül.